Szeretett kedves testvérek, testvérnők és jó akaratú embertársaink, akik a mai alkalommal az új világ társadalmával együtt a mindenható Isten, Jehova Istenünk gondviseléséből az ő életadó igazságait tanulmányozhassuk és felfrissíthetjük a mi tudatunkba ahhoz, hogy most ezen roskadozó világban, amikor nap mint nap egyre meglepőbb szabályzatok és követelményekkel lépnek fel a jelenbeni világ vezetői, jobban, mint eddig, úgy érezzük, hogy Jehova Isten megörökített profitai drámáihoz az általuk előárnyékolt állapotokat kell, hogy vizsgáljuk ahhoz, hogy hitben és szolgálatunkban megvigasztalodjunk és megerősítessünk. A mai alkalomra az arony állóképet viselő témát választottam a Tüzes Kemence című tanulmányunkból, amelyben a vezérszöveg úgy, amint ismeretes, a Dániel könyve 3. fejezete 18. 17. és 18. versei szerint van. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, ki szabadít minket? De ha nem tenné is, legyen tudodra, ó király, hogy mi a te Istenednek nem szolgálunk, és az aranyállóképet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Kedves testvérek! Ismeretes, hogy Jehova Isten népet választ a múltba neve számára, az Izraelt és nemzetté alkotja, amely nemzetnek kötelessége lett volna a törvény által Jehova imádatát gyakorolni és megvédeni. De tekintettel arra, hogy elvetemültek a pogányok befolyására, elhanyagolták Jehova imádatát, büntetésképpen Babilon leigázza Izraelt, Jeruzsálemet elpusztítja, és Jehovától megengedett módon Jeruzsálemből Dánielt és hűtársait Babilonba hurcolja. Figyeljük meg, hogy Jehova akaratából történik. Tekintettel arra, hogy Krisztus előtt 607-ben Izrael utolsó királyának 11. esztendejében le a süveggel, le a koronával elvétetik Izraeltől a királyság, mint tipikus királyság, és Babilon igázza le. Tekintettel erre Jehova gondoskodott, hogy eljussanak Babilonba ezen hű Jehovát imádó férfiak azon célból, hogy Babilon királya előtt és Babilon világhatalom előtt bizonyságot tegyenek az élő Isten létezéséről és nevéről. Ugyamint gyakorta olvassuk, hogy megtudják, hogy én vagyok Jehova. Hogy ne feledkezzenek meg, hogy ne felejtessen el Izrael szentjének neve. Ezen feljegyzések, amelyek a Dániel könyve 2. és 3. fejezetében találhatók, a szolgaosztálynak a végidején s velük együtt az őket támogató, a szolgálatban segítő nagy sokaságnak vigasztalására és megerősítésére szolgálnak. A Dániel könyve 2. fejezete 19-től 49-ig terjedő verseiben ismerkedünk meg azzal, hogy Nabukodonozor Babilon királya álmot lát, az álmát reggelre elfelejti, és egész birodalmában nem találtatik álomfejtő proféta, aki kitalálná az elfelejtett álmot, és meg is fejteni annak jelentőségét. Úgy, amint megismerjük, Dániel az egyedüli értelmes férfiú, aki az élő Isten, Jehova Isten segítségével kitalálja az álmot, megjelenti a királynak, de nem csak az álmot, hanem annak jelentőségét is. Ezen mozzanatban a Dániel, mint egyedüli értelmes férfi,
A nagyobbani teljesedésben Jézus Krisztus példázza. Jézus Krisztus az, akinek a János evangélium 5. fejezete 22. verse szerint az ítélet a fiúnak adatott, és ő az, aki kijelenti Sátán világában Jehova Istent, az élő Istent, az ő királyságát, mind az emberiség egyedüli reménységét, és az ő felsőbbségét, aki érdemes a dicséretre, a dicsőítésre és a magasztalásra. Tehát a proféciában Sátán a 2520 esztendős zavartalan uralma után számítottan 607-től 1914-ig eltelik a 2520 esztendő, és Jézus Krisztus az, aki a hegyből kézérintés nélkül kiszakadt kövecske árnyékolja elő Jézus Krisztust, aki Jehova parancsáról magához veszi hatalmát, és elkezdi ezen arany állókép lerombolását vagy megsemmisítését. Elkezdi az ördög munkájának lerombolását. A Dániel könyve 2. fejezete 49. verséből ismerjük meg, hogy Dániel a király közelében lévén gondoskodik barátairól, hittársairól, és a király elé járul, és kéri, hogy adasson nekik is tisztség a tartományban. Ezzel árnyékolja elő a drámában Jehova Isten, hogy Jézus Krisztus eljöve az ő templomához, elfoglalván a templomot, maga köré gyűjti a hűséges, alázatos tagokat. Ezeket a tagokat az üdv ruhájába öltözteti, és az igazság palástját adja rájuk, úgy, amint olvassuk az Ézsaiás könyve 61. fejezete 10. verséből. Milyen célból? Hogy bevonuljanak az ő örömébe, vagyis megossza velük örömét, ami alatt értjük Jehova nevének igazolását. Ezután bízatik rájuk Jézus Krisztus bizonyságtétele. Tehát Dániel és 3 hű társa előárnyékolják a vég idején Jehova napján 1914-től Armagedonig. Úgy a szolga osztály tagjait, mint velük együtt a nagy sokaság tagjait, akik Jehova kegyelméből mi is parányi képességeinkkel, mint segítő társak, vagyis a szolgálatban, mint Jehova bizonyságtevői törekszünk világolni Jehova dicsőségére. És úgy, amint Dániel társaival Babilonba veszélyeztetve voltak, vagyis a pusztulás veszélyeztette őket, ugyanezt történik most a világ végidején Jehova szolgáival, 1918-tól különösképpen Armagedonig, amíg e világistene Sátán törekszik őket elhallgattatni és megsemmisíteni. Amint ismerjük, a Dániel könyve 2. fejezete 27. versétől a 30-ig, Dániel fohászára Jehova meghallgatja, és képességet ad neki, hogy Nabukodonozor előtt ismertesse az általa látott állókép jelentőségét is. Hogy mit is ábrázol, nem más, mint magát, Sátán szervezetét. Amiképpen Dániel 3 zsidó testvérével Babilon világában volt, ahol Jehova hatalmáról és nevéről bizonyságot tettek, úgy állnak jelenleg Jézus Krisztus és a maradék ellenségei között, és tesznek bizonyságot Jehova nevéről. A Jelenések 12. fejezete 17. verse, a 110 Zsoltár 2. verse. Tehát Sátán a világistene hadakozik mindazok ellen, akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. És felkelnek a föld királyai az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Nabukodonozor királyi hatalmat példáz abban az esetben, amikor Dánielt legnagyobbnak
állítja birodalmába, a világbirodalomban. Itt Jézus Krisztus van előárnyékolva, azonban Nabukodonozor, amikor tervet sző, hogy felállítsa a Dura mezején az arany állóképet, egy óriás szobrot, aminek 30 méter magassága és 3 méter szélessége van, itt már az ördögöt példázza. Az ördögöt példázza, hiszen megszegi a 2 Mózes 20. fejezete 4-6 terjedő versek szerint, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és ne hajolj meg előttük, s ne szolgálj neki. Az aranyszobor, hogy aranyból volt, előárnyékolja, hogy előárnyékolt a sátán teljes szervezetét, úgy a láthatatlan, mint a látható szervezetét. Ugyanis sátánnak, míg a Jehova szolgálatában angyalok szolgáltak. Ezek vele együtt fellázadtak, és nefilimekként, amit a Szentírás említi őket, sátánnal együtt Jehova ellenségévé és népének ellenségévé lettek. Az első Mózes 6. fejezete első verse, a Dániel 2. fejezete 39. verse szerint. Ez a szobor azonban borzasztó szoborral hasonlítható össze, amely Nabukodonozor álmában látott, amiről Dániel profétájának a 2. fejezete számol be. Tehát az álomba látott szobor hatására Nabukodonozornak kedve támadt, hogy állítasson fel egy szobrot élőben, és állítsa fel a Dura mezejére, Babilon közepébe, oda, ahol valamikor Nimrod elkezdte Babilont építeni, és ezt állítsa fel a népek megtörése céljából, hogy gyalázza meg az embereket, mindazokat, akik Jehovát imádják, és kényszerítse őket, hogy leboruljanak ezen szobor előtt, állókép előtt, és megsemmisítse őket. Nabukodonozor király egybegyűjti a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket, és a tartományok minden igazolóját, hogy jöjjenek az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott vala. A Dániel könyve 3. fejezete, 2. verse. A helytartók és az elöljárók, a főemberek meg voltak hívva a felavatásra. Ez a szobor Krisztus előtt 660-ba állítatik fel. Figyeljük meg, lebukik a tipikus királyság, és Sátán gondoskodik immár felállítani egy szobrot, amely által megpróbálja a föld összes népét és nemzetét maga elé letaposni, és magát imádtatni. Tehát ezt különösképpen a nagyobbani teljesedésben az ő szervezete 1918 után kezd meglátszani, addig a három e jelen világot fenntartó elem, a vallás, politika és kereskedelem mögött megbújva, ő nem is igen mutogatta magát, de tekintettel arra, hogy 1914-ben a Jelenések könyve 12. fejezetében talált leírások szerint a mennyből való kivettetése után kényszerülve volt, hogy erőfeszítéseket tegyen, hogy az ő hatalmát megőrizhesse, hogy ne veszítse el a nemzetek koordinálását, irányítását. És csodálatos. Jehova napja, Krisztus királysága, Krisztus a kövecske elkezdi az ördög munkájának lerombolását bemutatni a nemzetek előtt a Jelenések 12.1-5 terjedő versek szerint a két hatalmi pólust, vagy a két szervezetet, Jehova szervezetét és Sátán szervezetét, és Sátán mire törekszik? Hogy felállítson valamit, amivel megtévessze a nemzeteket, és inkább őneki hódoljanak. És már 1918-tól, számítottan 1919-ben a Népszövetség képében felállít egy összeesküvést, amivel ígéretet tesz a nemzeteknek. Majd, amint a Jelenések 17. fejezetében megismertük, ezen törekvés mélységbe zuhan, és amint a jövendőlés szerint
a világháború után ismételten szintére kerül, állítások szerint egy jobban megszervezett formában, ekkor az Egyesült Nemzetek szervezete néven ismertetve magát, és ígéretet tesznek egy háborúmentes, egy vérontásmentes, békés, boldog világról, állapotról a nemzeteknek. Ígéretet tesznek. És testvérek, mi vagyunk az a generáció, akik napjainkban manapság már ennél többet tudunk, hogy ez az összeesküdt ördögi mű az új rend néven, az új világrend néven helyezkedik az emberiség, a nemzetek figyelmének középpontjába, és teszi az ígéretet, hogy a közeljövőben új törvények, szabályok foganatosításával megvalósítja az emberiség álmát, a boldogságot, és azt próbálja elhitetni, hogy önálló van a világ világossága. És teljesedik Jézus Krisztus ununk jövendőlése Sátánra vonatkozóan, hogy közvetlen Armagedon előtt a világ világosságaként próbálja magát elfogadtatni, hogy mindenkit, aki Jehova imádatát próbálja gyakorolni, megtörjön, ha lehet még a választottakat is, úgyis, amit a Máté evangéliumából megtanultuk. Tehát, milyen tisztelt hallgatók, testvérek, félreérthetetlen módon napjainkban látjuk, hogy a fiúgyermek megszületése után az ördög azért kényszerít pártállásra, mivel akarja, vagy reméli Jehova bizonságtevőit elpusztítani. Miért állítatott fel a szoborkép Babilonba? A dura mezején, hogy általa kiszűrje, vagy tudomást szerezzen azokról, akik az élő Istent imádják, hogy elveszítse, megsemmisítse őket. Az 1914-ben a felavatás után annak megmutatására törekszik, hogy ő a világ istene és uralkodó jogának tovább is fenn kell maradnia. Sőt, maguk Jézus Krisztus követői is, amint ismerjük, 1921 előtt még nem látták a nagy jelt, a sátán szervezetét. Nem ismerték fel, csak 1922 a Cedar Pointi nagyülés után tesznek említést sátán szervezetéről, és a növekvő világosság fényében ismertetik a jó akaratú emberekkel, társaikkal és a jó akaratú emberekkel, és ennek köszönhetően napjainkban mi is látjuk a két jelt, és szabad akaratból döntünk az állásfoglalásunkon, hogy vagy az egyik, vagy a másik mellett foglalunk állást. Mondja a 30-as években, akkor még csak a szolgaosztály látta, és mellettük kevesen, de napjainkban mi szemtől szemben látjuk ezt a jelt, ezt a nagy állóképet jelképben, és akkor mi történt? Egybegyűltek a fejedelmek, helytartó kormányzók, a Dániel harmadik fejezete, harmadik verse szerint, hogy részt vegyenek a felavatáson. Sátán most azzal akarja keresztezni Jehova akaratát, hogy az aranyállókép által példázott szervezetét előtérbe tolja, és tiszteletres imádatra méltónak tünteti fel. Sátán most lett leplezve, annyira elvetemült, hogy földi képviselői útján azt állítja, hogy mindenkinek alája kell vetnie magát az új rendnek. Az általa felállított új rendnek. A világon mindenkinek sátán szervezete e képe elé kell állnia, arra való tekintet nélkül, hogy nem e világból valók, de e világon vannak. Mindenki e világon van, és arra irányul a törekvés, hogy mindenkit az ördög szervezete előtt való meghódolásra kényszerítsenek. Most pedig a jelenések 16-ban említett békák, de főképpen a hamis proféta kezdenek, mint sátán szócsövei beszélni, miképpen Babilonban a hírnök hangosan kihirdette a hatalmat. Meghagyatik nektek népek, nemzetek és nyelvek. A hírnök miképpen hívta fel a figyelmet? Meghagyatik. Parancs, népek, nemzetek és nyelvek. A nagyobbani teljesedésben mit tett Sátán?
A Jelenések 16-ban említett békhághoz hasonló ördögi lelkek azok, amelyek szétjárnak a föld királyaihoz, első ízben, hogy ezek a királyok mindenike hajtson fejet, és mindenike teljesítse parancsát. Vagyis a népeket befolyásolja, a propaganda elmélet mellett megfossza szabad egyéniségétől, és a pszichózis áldozatává tegye, hogy a Dura mezején képletesen felállított aranyállókép előtt leboruljanak. Egy érdekesség, hogy a szobor elején Dura mezején hipnotikus misét tartottak. Hasonló hipnotizálással él jelenleg is Sátán és képviselői szervezete előtt. Az ördög szervezetét teljes összeomlás fenyegeti. Sátán vér érzi a veszélyt, és azért gyűjti össze képviselőit, hírnöke a világ népei előtt, azért hirdeti hangosan, mint annak idején Nabukodonozor hírnöke. Mihelyt halljátok a kürtnek, sipnak, citrának, stb. Kellemes hangokat kibocsájtó hangszerek hangját, amelyek csodálatosan fogalmazza meg a szolgaosztály, amelyek kellemes csengésű és megnyugtató dallamokat adnak elő, mégpedig azon zenekar által, amely a tömeg tiszteletét és érzéseit felkelti. Nemzeti érzület, vallási érzület. Nem, de ezek vannak egyre jobban ébresztve és fenntartva a nemzetekben, a népek sorain belül. Tehát Sátán a mennyből való kivetése előtt nagy erőfeszítéseket tesz most itt a földön, hogy a sérült szervezetét itt újra élessze, meggyógyítsa, gyógyulást szerezzen neki, és továbbra birtokolni tudja az uralmat itt a földön. Törekvése, hogy minden őszinte embert sötétségbe, tudatlanságba tartson, mert a tudatlan az ismeret hiányával könnyen vezethető. Amiképpen Nabukodonozor Sátán képviselője nagy zenekart vezényeltetett ki a Dura mezején felállított nagy aranyállókép felavatásakor szervezetének megnyilatkozását, az ördög most is oly hangok kíséretében rendezi, amely a népet elaltatja, elhallgattatja, hipnotizálja és formai tiszteletre hangolja. Ha a képet a múltban, a jelenre áthozzuk, az ördög most arra akar mindenkit kényszerítetni a földön, hogy őt és szervezetét imádja. Közvetve vagy közvetlenül. És így akarja a nagy lény Jehova nevét a felséges gyalázni. Ezáltal tehát az a kérdés vetődik fel, hogy ki a legfelségesebb hatalom. Sátán szervezetének látható része most arra igyekszik, hogy Sátán hatalma foglalja el a legfelsőbb rangot, és mindenkinek alája kell rendelnie magát. Arra való tekintet nélkül, hogy az arra vonatkozó rendelkezés egyezik-e vagy sem Jehova Isten törvényével. Sátán-e világistene a végidején megtámadta Jehova világra szóló szervezetét, és a bűnember által pont ezt tette. Megfosztotta őket a tisztánlátástól, Sátán szervezete ismeretétől, és könnyű szerrel visszavezette őket Sátán szolgaságában, tekintvén őket, mint felsőbb hatalmasság. Főtörekvés arra irányult, hogy az Isten tisztelet dolgában a népet engedelmességre kényszerítse, tisztviselői teljesen támogatták törekvésében. Így van ez most is az ördöggel és képviselőjével. Amit akkor a király hírnöke hirdeti ki Dura mezején, hirdetik az ördög látható közegei, akik a Dániel könyve 3. fejezete 6. verse szerint, akárki pedig, aki nem borul le és nem imádja tüstént, bevettetik az égő tüzes kemencébe. Aki nem borul le és nem imádja, ezzel kifejezi, hogy egy másik uralkodó a felségesebb és méltó, hogy lélekben és igazságban imádják. Hogy a király állóképe csalás és ámítás. Ezek Jehova
tiszta imádói, meg nem alkutt imádói, akik tekintettel, hogy nem borulnak le az arány állókép előtt, nem ismerjük el felsőbbségét, Jehovától rendeltetését, igazolják, hogy ezen kívül létezik a felsőbbség, Jehovaisten és Jézus Krisztus, akiket szellemben és igazságban kell, hogy imádjanak, és akiket kell, hogy méltó módon dicsőítsenek és magasztaljanak. Így volt ez a Nabukodonozor napjaiban, és hasonlóképpen van jelenleg. Aki nem akar az ördög szervezetétől előírt helyen és módon végezni Isten szolgálatot, vagy ha nem akar világi vallásrendszerhez csatlakozni, ellenségnek és halálos bűnnek tekintik. Ezt példázza a három zsidó fiatalember tüzes kemencébe vetés. Testvérek, a múlt század végén lát napvilágot egy leírás, miszerint Sátán e világisten az ökumenikus mozgalom által megpróbálja a vallásokat egyesíteni, egy kupola alá hozni. És úgy, amint tette Babilon, elrendelte, hogy az egész birodalmába, minden tartományba, minden különböző isteneket, imádók, tegyék félre isteneiket. Maradjanak meg vele, csak tegyék félre pillanatnyilag, és a figyelem a központba felállított imádati formára kerüljön. A figyelem. És elfogadják, leboruljanak előtte. Ez történik az ökumenikus mozgalom által is, testvérek, most a világvég idején, amikor azt akarják, hogy egy kupola alá hozzák, és az új világrend részeként ezen megszervezett, egyesített világvallás magába foglalja a világ összes vallását és felekezetét és közösségét. Csak azoknak nincs helyük ezen összeesküdt állapotban, akik a Biblia Istenében, az élő Istenben, Jehova Istenben bíznak, és az általa megígért országba hisznek és törekednek bejutni. Aki most szilárdan kitart, Isten imád, Istent imádja, nem fog megalkodni Sátán szervezetével, sem annak, semmilyen ágával. És ezzel kifejezi, hogy a Sátán és képviselője által kezelt világszervezet Jehova nevének gyalázására működő ámító utánzat. Abban az időben mindenki, aki dolgozhatott a királynak, köszönhette munkakörét. Figyelemre méltó, abban az időben, a Nabukodonozor idejében, Babilon királyságában, aki dolgozhatott a királynak, köszönhette munkakörét, fizetését és tisztségét. Azért mindeniket az önzés és az emberek félelme indította az ördög előírása szerinti imádásra. Azt tették, amit parancsolt a király. Nabukodonozor királyt az ördög látta el hatalmával, azért képviselte ő az ördögöt. Figyeljük meg a 25. paragrafusban, azt mondja, ma is hasonlóképpen állnak az ügyek egyes helyeken, s a világ nyilvános elemei felekezeti, politikai és gazdasági téren is a király utasításai szerint járnak el, mindenüket, amiük van, s amit remélhetnek, a látható szervezettől remélhetik. S azért meghajolnak előtt, amely az állatias hatalmát képviselői útján gyakorolja a földön. Mindnyájan egyhangúan nyilvánítják ki, kicsoda hasonló a fenevadhoz, és kicsoda viaskodhatik vele. Jelenések 13. fejezete 2-4. És ezek támogatóikkal együtt így szólnak. A föld a miénk, és mi fogunk ezután is uralkodni felette. Tehát segélycsomagokkal látják-e mindazokat, akik a jelen világba virágozni és megvalósítani akarnak valamit. Sajnálattal nincs birtokukban a látás, amelyet Jézus Krisztus Urunk említ. Boldogok a szemek, amelyek látják a jelen felállított arany állóképet, szobrot, amely roskadozik, és a közeljövőben teljes mértékben leromboltatik, megsemmisítetik Jehova haragja napján, és
helyét veszi az igazságosság új világa itt a földünkön is, a Jehova ígérete szerint Jézus Krisztus által. A befejezésképpen elolvasnám a világ összeesküvéstől való félelem nélkül című tanulmányunkból az utolsó két paragrafust, amelyben a szolga osztály már a második világháború után, ugye, mint említettem, amikor felismeri az ENSZ néven ismert jelképben fenevadat, állóképet, és később az új világrend, az új rendben, eképpen bátorította az új világ társadalmát a maga idejében, de ez a bátorítás és vigasztalás mi számunkra is igen nagy fontossága bír. Így tehát lépjetek elő, mint Jehova tanúi, Istenbe és az új uralkodó királyába vetett teljes bizalommal. Legyetek teljesen félelem nélküliek a démonok és emberek részéről jövő világ összeesküvés ellenére. Ne alkudjatok meg a mostani világgal, mi alatt totálisan a mennyei királyság ellen felvonulnak, amely királyság az egyedüli reménység, mindazon emberek számára, akik örök életet keresnek egy igazságos új világban. Legyetek mindannyian együtt jelek és csodák Jehova Isten tiszteletére és igazolására. Mindenhol, ahol az ő királyságáról és ennek a világ összeesküvés feletti győzelméről szóló üzenetet hirdetvén, amely győzelem az armagedoni csatában lesz kivívva. Engedelmeskedjetek továbbra is az isteni parancsoknak, és nyomuljatok előre. Vigyétek el üzenetét az embereknek, akik tanácstalanok a politika, kereskedelem és vallás össze zavarodott állapota miatt, s azon kívül még ki van tárva a démoni propaganda által jövő félrevezetésnek. Isten igéje nem sötétség. Utaljátok az igazságkeresőket Isten igéjének, híven a törvényre és a bizonyságtételre, amit Jehova Isten megvilágított nektek és a ti oltalmatokra bízott, hogy felhasználjátok azt. Ha végül a világ összeesküvés következtében az ellenképi aszír hordái elárasztják a földet és a totális kényszer intézkedések áradata egészen nyakig ér, s az összes engedelmeskedőket pusztulással fenyegeti, akkor álljatok szilárdan és mozdíthatatlanul az örökkévaló királyság mellett, amely Jehovának a felkent Dávid fiával, Krisztus Jézussal köttetett szövetségéből áll. Őrizzétek meg tisztaságotokat, tartsátok megszeplőtlenül magatokat e világtól, az utolsó törekvések, hogy az ellenségnek a világ összeesküvéssel biztosítsák a világuralmat, meghiúsulnak. A győzelem azoké lesz, akik hűségesen és igazán sikra szállnak Immanuel teokratikus kormányzata mellett, hisz Isten van mi velünk. Szívből jövő kívánságom, hogy mindannyian tusakodunk a hitért, és Jehova segítségével rendíthetetlen álljunk meg Jehova és Jézus Krisztus felsőbsége mellett, Isten királysága mellett, hogy megszégyenüljön Sátán úgy, mint történt Nabukodonozor király idejében, amikor pusztulásra szánta és vitte Jehova szolgáit, de Jehova menekülést nyújtott nekik, és Jehova elismerését és áldását bírták. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, köszönöm Jehovának, hogy ezeket felfrissíthettem mindannyiunk tudatába, hisz ismert fogalom, de napokat élünk, amikor látjuk azt, hogy valójában most már kikényszeríteni próbálják. Most már nem csalafinta módon, hanem kényszer módon megpróbálják a nemzeteket, a népeket, és Jehova szolgáit is leborultatni Sátán felállította kelepcéje vagy arany állóképe.